Sziasztok, Marton Bettina vagyok, és köszöntöm mindenkit ezen a tavaszi nyári online masterclasson. Hi, I am Bettina Marton, and welcome to our spring-summer masterclass. Készültem nektek sok-sok szalon mintából, leginkább az újdonságokból, úgyhogy ezekből fog nektek most bemutatót tartani, közben majd mondom, hogy milyen színeket használok. I will show you today's salon design. I will use our new products and I will show you the new colors and I will tell you the numbers if you want to buy them later. Szerintem kezdjük is el. We can start now. Az első, amivel fogom kezdeni, az egy ombre hatású minta lesz, és fehér alapot készítettem neki, és okay. The first design is an ombre design, and for this I will use a white background. Neon pink és neon neon narancs designer színt fogok használni hozzá. I will use the neon pink and neon orange designer gels. Jó. Úgy fogom kezdeni, hogy egy shadow art ecsettel felrajzolom az ívét a mintának. I will use the shadow art brush. And I first paint a curvy line. Ezt a neon pinkkel készítem el. I use the neon pink. Közben bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg nekünk. If you have any question, just you can ask in the comments. És most is tudunk válaszolni egyenesen élőben, vagy pedig, hogyha később nézitek vissza, akkor kommentbe fogunk válaszolni. We can answer your questions here now in live, or you can read it later in the comments. Jó, tehát egy ilyen kis vázlatvonalat húztam így egyelőre. Okay, this is only a helping line for the first step. És most erre az ombre ecsetnek az elejére teszek fel még egy pici neon pinket. I will use a bit of neon pink at the tip of the ombre brush. Jó, tehát az a lényeg, hogy ne vegyünk fel sokat, mert akkor nagyon lukacsos lesz a mintánk. Don't use too much gel. Jó, és szépen elkezdem lapogatni. I start to work on the surface with pushing movements. Figyelek rá, hogy vonalon kívül ne menjek. I have to stay in the line, so I don't go to the white part of the tip. Jó, szépen jövök lefelé. I go to the bottom. És amikor már látom, hogy kezd elfogyni az anyagom, akkor szépen megfogom a másik színt, és az ecsetnek ide a hátsó részére veszek fel a másik színből. I have a nice blending now with the pink color, so I will use the orange. I pick the orange color at the other part of the brush, and I go on the surface. Ezzel szépen elkezdem tovább lapogatni. Lehet látni, hogy itt kialakul a kettő között egy ilyen kis hézag, de ezzel nem kell foglalkozni, ez utána el fog tűnni. Now you can see there is a bit space between the two colors, but you don't have to be afraid. It will be filled up by the time. Amikor leértem a végére, akkor szépen a végétől elkezdett visszafele menni. When you arrive to the bottom of the nail, you can start over again, and you go to the top again. Itt szépen lapogatom a színeket. I work with pushing movements. Így, és hogyha látom, hogy szépen összemosódtak a színek, akkor utána beteszem a lámpába, és folytatom majd a második réteggel. You can see the blending is now perfect. So I can put it in the UV LED, and I will add a second layer later. Igen, ugye ezek a designer zselék azért nagyon jók, mert nagyon erősen pigmentáltak. Látjátok, hogy már az első réteg is nagyon szépen fedett. I really like designer gels because they are really pigmented, and the first layer is a really nice bright color. De ahhoz, hogy a tökéletes színhatást kapjuk meg, ahhoz mindenképpen szükséges a második réteg is. For the perfect color, I will apply the second layer. Szépen fogom és a második réteggel, ugyanúgy fölül ott a vonal alatt kezdem el beszínezni a körmöt. I start again under the curvy line with the pink color. Így szépen kicsit lehúzom.
First I pull the gel. Mint hogy egy kicsit kifesteném a körmöt, tehát így lefelé. I pull it to the bottom. És hogyha megint látom, hogy elfogyott egy picit az anyag, akkor megint fölveszek egy kicsit a másik színből. Then I add the second color to the brush, ombre brush. Megint elkezdem nyomkodni. I start to work with pushing movements again. Egészen le az aljáig, és onnan pedig vissza. I go to the bottom and then back to the top. Így. Amint szépen össze dolgozódtak a színek, már teszem is a lámpába. If I have a perfect blending, this is now, I put it in the UV LED. Jó, ezeket el is teszem addig, hiszen a többi mintát azt majd a felületre fogom készíteni, amihez pigmentporokat fogok használni. Okay, I don't use the designer gels anymore for this design, so I put them away. Ehhez szükségem lesz majd a kontúr fehér színre. I will use that the contour white gel to paint nail art. A contour white ez egy kicsit hígabb, de mégis ugyanúgy erősen pigmentált szín, mint a designer, csak könnyebb vele dolgozni, azáltal egy picit folyékonyabb. Contour gel is not so thick like designer gel, so it's a bit more easier for us to work with the contour gels. Mielőtt elkészíteném rá a kontúr mintát, előtte extra toppal borítom. But before painting the contour lines, I apply the extra top gel on the whole surface. Ugye az extra top az egy rugalmas, víztiszta, gyönyörű, szép fényzselé. Extra top is a flexible and perfectly transparent top gel. Jó, és ugye így ezáltal műköröm felületére, porcelán felületére, zselé felületére és gillap felületére is kenhető, úgyhogy teljesen univerzális. It's flexible, so you can apply on all surfaces. You can put it on acrylics, on gel nails, on gel polish, anything what you want. Jó. És közben előkészítem itt a pigment színeket is, amíg az köt. Ezt a négy pigmentet fogom használni. Okay, I will use the pigment powders for this design. I will use these four colors. Nagyon fontos, hogy amikor ilyen többféle pigmentet használunk, akkor figyeljünk rá, hogy melyik szín melyiket követi, mert valamelyik szín keverékéből nem túl szép szín származik, tehát ezért fontos, hogy a sorrend. When you work with more colors of the pigment powders, you should pay attention how you use them, because sometimes if you mix two colors, there will be a third color, and maybe it's not the color what you wanted. Látjátok, hogy iszonyatosan pigmentált a pigmentpor. See, the pigment powders are really pigmented. Okay. Hogyha így megvagyunk, akkor ezt egy kicsit félretolom, amíg megfestem a mintát, csak addig gondoltam, amíg megmutatom. Okay, so I start to paint the nail art. És egy nullás ecsettel a fehér felületre, fehér kontúr zselével elkezdem felrajzolni a mintát. I use the zero brush, I work with the contour white gel. Lehet, hogy ez annyira nem látszik, de azért remélem, hogy igen. Így fehér a fehéren. Viszont ugye mindenki fehérre szerettem volna hagyni a hátteret, hogy ne legyen, vagyis hát, hogy megmaradjon ez a nyárias jellege. Maybe it's not so visible now for you on the screen, because I paint with the white gel on a white background, but at the end you will see the colors. Jó, tehát én kis leveleket, kis kacskaringókat, íveket készítek. I paint small thin lines, they are like small leaves. Nagyon fontos, hogy vékony és vastag vonalakat egyaránt használjunk, tehát ne legyen mindenhol csak vékony, vagy mindenhol csak vastag. I use thinner and thicker lines as well. Jó, és látjátok, hogy ugyanúgy itt az alsó ívnek az ívében festem a mintát is. Tehát ugyanazt az ívet követem.
I follow the curvy line with the these motifs, what I created first with the designer pink. So I follow the first curvy line. És nem baj, hogy egy kicsit vastagabban használom az anyagot, hiszen ez a kontúr zselé pont azért jó, mert lehet vastagabban is használni, és nem folyik mégsem össze a minta. Maybe you can see that I use a lot of gel to create these small lines, so there is a bit thickness of this motif, and it's not a problem, because you can use the contour gels for this 3D effect. Jó. Meghúztam, ez a fő mintám, és további kis kiegészítő vonalakat húzok még hozzá. Okay, the main motif is now done. I apply really small and thin lines. Ezek ugye még kidolgozottabbá, még aprólékosabbá teszem a mintát. I always add these extra small lines for a perfect motif. Jó, és ha megvan a minta is, akkor legutolsó sorban kihúzom a kontúrját, itt az alsó ombre résznek. Okay, I will paint a contour line all around the ombre part of the nail. Ezt is egy picit vastagabbra készítem, azért, hogy ez az ombre színhatás majd itt is látszódjon. I use a lot of gel again, because I want to have bright colors at the ombre design with the nail pigment powders. Jó, szépen. Elhúzom, figyelek rá, hogy pontos legyen a vonal. You have to work with precise line. Így. És ha ezzel is meg vagyok, akkor elkezdem beszórni a porral. Okay, when it's done, I start to add the pigment powder. Először majd a zöldet fogom használni. I start with the green one. Itt erre az oldalra. Picikét hagyjuk rajta, hogy úgy beivódjon, és majd utána lesöprögetem róla. Érdemes egyébként, jaj, mondtál nyugodtan. First I put the green color on the left side. I have to wait a bit, so the powder can stick into this white gel. Jó, utána teszem fel a sárgát. After I add the yellow. Jó, utána a narancssárgát. Then I use the orange color. És a legvégén pedig a pinket. And last, the pink color. Kicsit ugye a pigment az ilyen darabos, úgyhogy óvatosan kell vele bánni, hogy ne menjen mindenfelé, csak oda, ahova mi szeretnénk. You should be careful, because there are bigger balls of this pigment in the jar. Jó, egy picit ugye így rajt hagyom, hogy be tudjon ivódni a zselébe. Okay, we have to wait a few seconds more. Utána egy picit ütögetem, hogy szépen a színek jószoljanak. Then I start to hit a bit. Így. És most beteszem a lámpába. Okay, so I removed the excess powder and I put it in the UV lamp to cure. Nagyon fontos, hogy ilyenkor jól köttessük meg, ugye a pigmenteken azért nehezebben megy át az UV-fény, és ilyenkor azért benne kell tartani egy percig legalább. When you use the pigment powders, you have to wait 60 minutes at least in the UV lamp, because pigment powders need more time to cure. Igen.
Így, hogy fehér alapon hagyjuk, egyébként így igazi ilyen nyárias mintát tudunk készíteni, viszont hogyha feketével csináljuk meg mondjuk ezt a hátsó részét, akkor pedig egy olyan látványosabb mintát kapunk. If you apply a white background, there will be a really cool summer design with the neon colors, but you can apply a black background if you want, there will be a nice contrast with the black color. Jó, tehát itt van a kis mintánk, és szépen elkezdem lesöpni, tehát még nem kapok meg lesöpni. Úgy. Oké. Okay. És igazából ez így kész is van. Oké, okay. So I start to remove the excess dust, and I put it back for a few seconds. For the perfect curing, it's really important. Így van. Addig el is kezdem a következőt. Ami viszont egy géllakkos festés lesz. Okay, so while it's in the UV light, I will start with the next demonstration. Jó, itt össze is írtam egyébként, hogy milyen színeket fogok használni. Lesz a Hypnotic 88-as. Okay, for the next design I will use the Hypnotic Gel&Lac 88. Ez az a nagyon szép babarózsaszín. It's a really nice baby pink color. Aztán a Hypnotic 102-es. The next one is Hypnotic 102. Igen, új szín, nagyon szép élénk pink. It's a new BrillBird color, a really nice bright pink. Fogom használni a Hypnotic 73-as. Zöld géllakkot. This is the Hypnotic 73. It's a green, apple green color. Fogom használni ezt az új designer zöldet. Egy ilyen nagyon szép, kicsit sötétebb zöld. This is a designer gel. It's a green designer gel. Jó. És fogom még használni a contour feketét. I will use the contour black gel. És a kontúrozáshoz pedig azt is kikészítem ide, és akkor majd utána mutatom, hogy hogy használom a neon pinket és a contour fehéret. And for the contour lines, I will use the neon pink designer. Ez is designer. The neon pink designer gel. Jó. Így, és akkor a kontúr fehér. And this is the contour white. Azért használom a kontúrokat, mert ugye mondtam, hogy egy picikét lágyabb, így a kontúrozásnál majd könnyebben tudok kontúrozni, hogyha ezekkel keverem be a színeket. Na és akkor nézzük, egy ilyen kis tulipán-szerű szalon virágot fogok készíteni most. Okay, so first I start to create a tulip motif. Az alapomat az úgy készítettem el, hogy fehéren hagytam, és igazából a pink unicorn is porral dörzsöltem be. Okay. I've created previously a base color. This is a white color, and I applied the pink unicorn powder, and after that I applied the matte extra top. Jó, fogok készíteni egy ilyen kis szirmot, ez lesz az egyik szirma. A virágunknak nullás ecsettel festem meg. Okay, I start to paint the flower. This is the first petal of the tulip, and I use the Hypnotic 88 color. I paint now with the zero brush. Így szépen ki is töltöm vele már most a színt, vagy a szirmot. Okay, first I paint the line, the contour lines, and after that I fill up the petal with the color. Látjátok, hogy géllakkal nagyon szépen lehet festeni, mert szépen kitölti, tehát azáltal, hogy hígabb, nagyon szépen kitölti a tereket. It's easy to paint with gel polish, because it's a bit more fluid, so it fills up the lines, the contour lines. Jó, jön ide a következő. I paint the next petal. És
és ide a háttérbe pedig szintén még egy kis szírom, tehát három szírmot kell festenünk. I add the third petal in the background, so yes, we will have three petals now. Látjátok, hogy hagytam egy pici helyet a szírmok között, azért, hogy el tudjam őket szépen így szeparálni, tehát, hogy a végén is jó látlássam a dolgot, hogy melyik szírom hogy van, és akkor így nem folyatom össze a színeket. You can see there is a small space between the petals. It's important because at the end I will separate them. Jó, és ide alulra is készítek egy kis szírmot. Okay, I paint another petal at the bottom. Így, és így csak egy ilyen kis dupla szírom lesz, tehát csak egy picit másikat húzok mellé. Okay, I add the second petal. Így. Ha megvan, akkor ezt beteszem a lámpába és megköztetem. When it's done, I put it to the UV lamp. Utána összekeverem a géllak zöldemet egy picit ezzel a designer zölddel, azért, hogy majd a kontúr is jobban passzoljon hozzá. Okay. I make a mixture of the designer green and the hypnotic green color. Jó, és teszek bele egy nagyon picit ebből a sötét rózsaszínből, hogy a zöldnek a színe úgymond jobban passzoljon a virágnak a színéhez. And I add a bit of the hypnotic pink color, so the color of the leaf will be more natural. Ez érdekes, mert ilyenkor, amikor ránézünk, akkor nem mindig egy szép zöld szín kapunk, viszont az összképben majd látni fogjátok, hogy nagyon jól fog illeni. Maybe you don't think now that this mixture is a nice green color, but you have to wait a bit and at the end you will see that it will be a perfect match with the flower. Jó, szépen fogom és először meghúzom a virágoknak a szárát ezzel a színnel. Okay. I start to paint with the green color. Illetve a shadow ártecsettel megrajzolom a levelet is. I change the brush and I use the shadow brush and I paint a leaf. Jó, tehát így már lehet látni, hogy egy nagyon-nagyon szép kis színt kaptunk belőle. Now I have a beautiful green color, you can see. És nagyon jó indik a virág színéhez. Much better with this pink flower. És ide is teszek egy levelet. I add the second leaf. Illetve ide a kis virághoz is. And I add another one to the smaller flower. Így. Na most, hogy természetesebb hatása legyen az egésznek, fogom használni egy picit a sötét rózsaszínt, amivel egy nagyon-nagyon pici árnyékolást viszek a virágba, és utána már csak kontúrozni fogom. De egy nagyon szép kis tavaszi minta. For a natural look, I will use a darker color and I add some shadows. Jó, nullás ücsettel pöttyintek egy pici sötét rózsaszínt ide a szirmok tövébe. I use the zero brush and I add the darker color at the bottom of the petals. Így. És amint ezt így ide pöttyintettem, utána ecsetet cserélek shadow art ecsetre, és szépen a világosabb rózsaszínnel összedolgozom. I change the brush, I use the shadow brush now. I use the hypnotic 88 color to make a perfect blending at the petal. Ezzel egy nagyon szép ilyen kis árnyékolós hatást érek el, és mégis látjátok, hogy nagyon gyorsan lehet vele haladni. With this blending technique you can work really fast in your salon work. Jó. Ha szépen eldolgoztam, akkor utána beteszem a lámpába. Okay. When it's done, I put it in the UV lamp. Amíg ez köt, a kontúrozáshoz összekeverem a színeket. Itt a kontúrfehérhez keverek egy pici neon pink designert.
I will make now a mixture for the contour lines. This is the contour white gel and the neon pink designer gel. Ugye kontúrozásnál már mindenképpen csak olyan színeket használhatunk, amik fixálásmentesre kötnek, ezért nem használom már a géllakkot, csak a designer zöldet keverem össze a kontúr feketével. For the contour lines, you always have to use a gel without sticky layers. So gel polish is not a good choice now. Fontos, hogy a zöldnek az árnyalata azért megmaradjon, tehát ne legyen teljesen fekete, hanem szépen egy ilyen sötét zöldes árnyalatot kapja. So I use the contour and the designer gels because they are all non-sticky gels. And there is a mixture of the black and the green color for the leaves. Jó, ezt a felületet beborítom szépen az extra toppal, tehát hogy fényes legyen. I apply the extra top gel on the whole surface. És betesszük a lámpába. And I put it back to the UV lamp. És utána már csak a kontúrozás jön, és felületbe kontúrozunk, így sokkal élesebbek lesznek ezek a vonalak, és sokkal szebbek. I will apply the contour lines on the top, so I will have really nice, thin and sharp contour lines. Jó, ki is veszem, és akkor először a virágot fogom kontúrozni ezzel a halvány rózsaszínnel, nullás ecsettel. Okay, first I paint the contour lines around the petal. I work with the zero brush. Nagyon szép kis halvány vonalakat használok, hogy szép tavaszi legyen. I work with fine and thin lines for a soft spring effect. Mindig kívülről kezdem a vonalakat, hogy szépen elvékonyodjanak a virág alja felé. I always go to the bottom of the flower with my contour lines. I start at the top and I go to the bottom. Így. Kis bimbó részt is. Jó. És ha ez megvan, akkor kitöröm a nullás ecsetet, és ezzel a sötét zöldessel pedig kiemelem még egyszer a szárát. Okay. I use the green-black mixture and the zero brush again. I paint really fine lines. Nagyon vékonyan, tehát ne legyen semmiképpen erőteljes a szín. Then I go to the leaves, but I don't use too much gel, I don't use too strong colors. És nagyon-nagyon kevés anyagot használok, hogy tényleg igazán vékony vonalakat tudjak húzni. And I use a tiny, tiny quantity of gel because I want to have fine lines, thin lines. Kis alsó levélkét is. I paint the contour lines to this small leaf and a small flower. Jó. Még ide húzok egy kicsit. És a háttérbe, ebből a sötétebb zöldes keverékből, tehát itt, amit a feketéből többet kevertem a zöldbe, azzal készített még egy kis indamintát. Okay, there is another green color, it's a bit darker, because I added more black to this color. I add a few lines in the background with this darker green color. Ezek olyanok lesznek, mint ilyen kis levelecskék lennének a háttérbe. Kisebb, nagyobb. They look like smaller leaves in the background. És ugye viszont a térbeliségén sokat emel, hogy több mélységet használunk, tehát többféle zöldet. There is almost a 3D effect by using several green colors. I use darker and lighter colors. Így. Itt is nagyon fontos, hogy azért zöldnek megmaradjon, tehát még véletlenül se
fekete vonalakat húzzunk bele, mert akkor nem lesz szép. It's really important that you have to paint green lines, not black, so don't use too much black gel. Viszont használjunk mindenhova egy picit, a sötétből is. But you always have to use the darker color as well, all around the flowers. És akkor szépen minden hangsúlyosabb lesz. So you can make your flower bouquet more beautiful. Jó, így. És akkor kész is van ez a kis szép tavaszi szalon, mint a megköttetjük a lámpába. Okay, so this spring summer flower design is done. I put it in the UV LED. Jó, és addig a következőt előkészítem. Ez lesz a következő tippem. Ezen használtam alapszínnek a Hypnotic 103-asat és a 101-eset. So I go on with the next design. For the base color I use the Hypnotic 101 and 103. Jó, tehát az erősebb a 103-as. The lighter is the 101 and the brighter color is the 103. Jó. Erre egy virágot fogok készíteni, és egy kis spider géllel fogom még pluszba díszíteni. I will paint a flower, and I will use the brand new spider gel. Először glue gélbe fogok beleragaszgatni ilyen kis effekt fóliát. But first I will use the effect foil and the glue gel. Jó. Szépen fogom, és ide a sötétebb narancssárga részbe készítek három ilyen kis sziromforma szerűséget. Okay, first I paint three petals with the glue gel. Így. És szépen ezekbe teszek egy picit az effect fóliából. And I add the effect foil to the glue. Nem kell túl sok, csak hogy egy pici effektet adjon itt a dolgoknak. Don't use too much. It's an effect foil, so it will be a bit shiny, but you don't have to cover the whole surface with the effect foil. Jó, vigyázzatok rá, hogy laposan álljanak ezek az effekt fóliák, tehát hogy nehogy valamelyiket véletlenül ilyen merőlegesen köttessük az anyagba. You should lay the foil on the surface, so you have to check if it's correctly applied or not. You can touch it with your finger. Jó. Szépen mindenhol belegyengetem. És ha megvan, akkor ezt megköttetem a lámpába. Okay, it's done. I put it in the UV LED. Jó. Fehér spider gélt fogok majd használni, azért, hogy szintén megmaradjunk így a nyárias vonulatnál. Nem, feketét. Feketét, mert az előbb használtam fehéret, és inkább legyen fekete, mert jobban kiemel. Jó. Okay, first I thought that I will use the white spider gel, but I changed my mind and I will use the black spider gel because I want to have a contrast on the surface. Igen. Jó, hogyha ez megvan, akkor most beborítom az egészet extra toppal megint, hogy fényes legyen. Okay, I apply the extra top on the whole surface. Kétszer fogom borítani, hogyha esetleg valahol kiáll a effekt fólia, akkor az mindenképpen szép felszínt adjon. For a homogeneous surface, I will apply a second layer of the extra top gel. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem köttetem ki az első réteget, hanem körülbelül egy olyan 10 másodperc után már fel is viszem a másodikat. I apply the second layer after 10 seconds of curing. Erre azért van szükség, mert ugye ez egy fixálásmentes anyag, és ahhoz, hogy tökéletesen
összetapadjon a két réteg, így picit ravacsosra kell hagynunk az első réteget. It's important that you apply the second layer after only a few minutes of curing time, because extra top is a non-sticky top gel, and if you wait too much between the two layers, maybe it can lift from the surface. So 10 seconds curing and after the second layer. Jó, és akkor itt pedig majd a kontúr feketével fogom először a virágot kikontúrozni, utána pedig a spider géllel fogom folytatni. Okay. I use the contour black now to paint the contour lines of the flower. Itt is szépen kívülről húzom meg ezeket a kis kontúr vonalakat. I start to paint the lines. Figyelek rá, hogy nagyon vékonyan húzzam. I go with the lines to the center of this flower and I have to work with fine thin lines. Látjátok, ahogy alatta szépen csillog ugye az effekt fólia, hogy mennyire jól néz ki. I hope you can see the effect foil under the top gel. És így, hogy ilyen kis vékonyan használjuk a kontúr zselét, így egyáltalán nem durva az, hogy fekete színt használunk. Maybe black color can be a bit too much for this soft spring design, but if you work with fine and thin lines, black is a good choice for your design. Don't use too much black and don't paint thick lines. Jó, így ezeket így meg is húztuk, betesszük a lámpába. És most akkor a spider géllel fogjuk folytatni. After curing, I will continue to work with the spider gel. Ugye ez a spider gel, ez egy nagyon-nagyon nyúlós anyag, látjátok, hogy konkrétan így csavargatni lehet. This is the spider gel. It's really interesting, you can see it. It's really thick. Na. És egy díszítőtűt fogok használni hozzá. I will use the metal needle. Jó. Így, és szépen elkezdem ilyen kis vonalakkal bevonni ezt a felső részt. Okay. I start to use the spider gel. I apply fine lines with the spider gel. Szépen körbe húzom igazából a mintát, mint hogyha beszőtte volna a pók. I work with the spider gel all around the flower. It's like a spider net around the flower. És beteszem a lámpába. Tényleg, beszőtte a pók. Na és utána glue géllel a virág közepébe teszek egy kis követ, egy kis szórógyöngyöt, és kész van ez a minta is. Okay. After I will use the glue gel and I add crystal in the middle of the flower and it's done. Ez muszáj, hogy ilyenkor a hátsó vonalak úgymond elkülönüljenek itt a virág vonalaitól, és akkor sokkal jobban látszik a különbség. Hát a bók vonalak. Azért az követ? Igen. So when I apply the crystals, you will see that crystals can separate the background and the contour lines of the flower. Jó. Mert ugye ahogy betesszük ezt a kis követ a virág közepébe, egyből látszik, hogy ez a virág, ez nem a háttérhez tartozik, hanem ez egy külön kis létesítmény. So when I put the first crystal on the surface, you can see that the flower is now in the foreground and the spider lines in the background. Mellé teszek pedig kettő kis picit. I add two more smaller crystals. Így.
beleköttetem a lámpába. I put it in the UV lamp. És a fekete kontúr zselével egy pár pöttyöt még teszek a pók háló zselére. And I use the contour black gel. I will add several dots on the spider lines. Jó, tehát szépen fogjuk, és akkor egy nagyon keveset így egy-két helyre, mintha ilyen kis összekötések vagy bennének a vonalakon. Okay, I add a few dots on the lines. És betesszük a lámpán. I put it in the UV lamp, and it's finished. Igen. És az utolsó pedig egy hall lesz. And the last design for today is a fish. Aminek az alapja a Hypnotic 52-es, és unikornis porral van bedörzsölve, és azon visszamattítva. Okay, the base color is a Hypnotic 52. It's a light blue color, and she applied the unicorn powder. Okay. Leraktam mellé. És ennek a halnak az lesz a különlegessége, hogy Tiffany Gel&Lac-okkal fogom kicsit izgalmasabbá tenni. For this fish design, she will use the Tiffany gel polishes. Először is megrajzolom a testét. But first, she's painting the contour lines of the fish. Ami ugye egy ilyen kis domború forma. First you paint a curvy line. Mindegy ilyen kis barackmag. Körülbelül úgy fog kinézni. Okay. It's like a peach nut. You can see the shape. És ezt most beteszem a lámpába megköttetni. Okay, we put it in the UV lamp. És nézzétek, van ez a jó kis ezüst fólia. Ilyet fogok beletenni a halnak a testébe. This is the silver foil, what I will use to create the fish body. Ugye ez ilyen nagyon kis puha fólia, tehát ne úgy képzeljétek el, mint az alufóliát, ez egy ilyen füstfólia. It's really soft. It's not like aluminium foils, what you use in the kitchen. It's really, really thin and soft. Ebből tépkedek is egy pár darabot. És akkor szépen a blue gelbe ezt beleragasztom. Okay, I use the nail art glue on the fish body first. Így. Jó. És itt szépen ráteszem, és elkezdem így rátolni a halnak a testére. I put the foil on the fish. Tehát, hogy ne legyen ugye mindenhol, hanem csak a testének a felületén. És ez az a jó, hogy nagyon-nagyon könnyen formázható, innen szedek is le egy picit. Okay, so I want to cover only the fish body, and you can remove the foil if there are two. If there is a too big foil, you can remove a bit. You can use a brush. És itt szépen lenyomkodjuk. You push it softly on the surface. Jó. És megköttetjük a lámpába. Okay. And you put it in the UV LED. Jó, kicsit még így. Rányomkodom, és mehet is a lámpába. Akkor jó, hogy ilyen jó gyűrött hatása van, mert akkor majd ilyen halpikkelyeket fog idézni, úgyhogy ne legyen teljesen ilyen metálos.
Okay, so when you apply the foil, you should make a rough surface with this foil. Don't make a shiny surface, because this will be a really natural looking fish design. Na most, itt a testét a Tiffany Gel&Lac-okkal fogom egy kicsit megbolondítani. So, as I told you before, I will use the Tiffany gel polishes to create. Ugye ezek ilyen üveghatású Tiffany gel polishes are glass effect. Szépen gel polishes, they are transparent. És teszek mindegyik színből egy kicsit ide a felületre. I apply all four colors on the surface. Ilyen nagyon jó kis szivárvány hatású halat kapunk. You can see there's a nice rainbow effect on the fish. Betesszük a lámpába, és utána már csak ki kell kontúroznunk. Okay, we put it in the UV light and I will add some contour lines. Igazi, nyári, nagyon szép minta. It's a really cool summer design. Jó, fényzselivel fogom, nem is, mattal fogom borítani, és majd fényzselivel kiemelem a halnak a testét, hogy 3D-s legyen. I will apply the matte extra top, and later I will add the extra top on the fish body to make a nice shiny 3D effect. Így. Betesszük a lámpába. Put it in the UV lamp. És kontúr feketével fogom kikontúrozni a halat. I will use the contour black gel to paint the contour lines. Jó, meg is vagyunk, ugye visszamatult az egész hal, és szépen a kontúr feketével akkor, és nullás ecsettel kikontúrozom, és az uszonyait is elkészítem. Okay, you can see the fish body is matte now. I start to work with the contour black gel and the zero brush. I paint the contour lines around the body. A falka az ilyen kis csavaros lesz. Hát ilyen... ilyen kis I paint small curvy lines to create the fish tail. Így szépen. Hosszabb szálakat is húzunk, rövidebbeket is. You can use longer or shorter lines. Így. Tehát bátran. Meghúzzuk őket, arra figyeljünk, hogy mindenképpen legyen benne vékonyabb és vastagabb vonal is itt is, tehát hogy a szabálytalanság az azért meg legyen. You have to work as symmetry, so use thicker and thinner lines as well. Jó, akkor elkészítem ide fölülre is az uszonyt. Okay, I add other small lines on the top of the fish. Jó, kikontúrozom itt az alját is. I paint the contour lines at the bottom of the body. És ide is meghúzom a kis uszonyokat. And I paint small lines again. Itt a halnak a fejénél egy nagyon picit ezt a feketét eldolgozom, hogy itt egy kicsit sötétebb legyen, mert oda fogom pöttyinteni majd a szemét. Okay, I will add a bit shadow at the head of the fish. I use the contour black gel and the shadow art brush. Így, mehet is a lámpába. I put it in the UV light and later I will paint the fish eye. There. A
szeme semmi bonyolult nem lesz, egy fehér pötty és abba pedig egy fekete. For the eye, I will use the contour white gel first. Miután kiemeltem a haltestét extra toppal. But I will make a 3D effect, so before I paint the eye, first I use the extra top on the fish body. Itt nagyon gyorsnak kell lennünk, hogy ne folyjon el. You have to work with fast movements. Az anyag. Because of the viscosity of extra top, it's not too thick, so you have to be really fast. Jó, és még egy adagot pöttyintek ide a közepére, hogy még vastagabb legyen, és lehet is a and after, right before curing, you add one more drop in the middle of the fish. Berajzoljuk a szemét, és el is készült ez a tengeri herkentyű. Okay, I will paint the eye of the fish, and it's done. Jó, látjátok, hogy 3D-s a teste. Okay, you can see now there's a 3D effect on the fish body. Készítek egy kis fehér. Now I create the eye. Pöttyöt. Ezt megköttetem és abba fogok tenni egy feketét. First I make a small white dot. I put it in the UV light and after that I will add a smaller black dot. Ezeket a contour zselével készítenem. For this I use the contour gel. Megfogom is. Megy bele a kisebb fekete pötty. Okay, and I add a smaller black dot in the middle of the white dot. Így. És kész is van ez a kis csodálatos halacska. This is our fish and it's done. Remélem, hogy tetszett nektek ez az előadás. Köszönjük, hogy néztetek minket, és bármilyen kérdésetek van, akkor kommentbe várjuk és válaszolni fogunk. I hope you liked my demonstration. If you have any question, you can write us in the comments and later we will answer you. Sziasztok!